A harmadik kerületi tévéje együttesét fogadta a Tigra Cetefeger a 2020-21-es szezon OB1-es női vízilabda bajnokság alapszakaszának utolsó hazai mérkőzésén. Korábban az egriek vendégként 14-10-re kikaptak, az elmúlt hétvégén pedig a bicskei uszodában találkozott egymással a két gárda. Elsőként a hazai csapat örülhetett, hiszen két góllal indítottak. Ezután zárkózott fel a kék sapkás vendégegyüttes, illetve a vezetést is megszerezték. A második negyed végéig tartotta az ütemet az Eger az ellenféllel, ekkor 6-6-os döntetlen volt az állás. Fordulás után magasabb fokozatra kapcsolt a harmadik kerületi tévéje együttese, így 4 gólos előnyt szereztek, majd a hazaiak felzárkóztak 2 találatra. Az utolsó játékrészben már nem tudta utolérni a vendégeket az Eger, végül 13-9-re sikerült győznie a harmadik kerületi tévéje csapatának. Másfél év ezelőtt álmodtunk egy helyezést, egy eredményt, egy csapatot, és ezt a munkát vittük tovább, akkor még Kisteleki Orsival, most a Bárány Attilával, mellénk állt 2 világbajnok, a Kisteleki Dórival, mint a Drávut Szirita, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Tavaszra felépítettük magunkat, ugye volt egy nehéz őszünk, sok-sok betegséggel tarkítva, és tudtuk azt, hogy márciusban jönnek el azok a mérkőzések, viszont nekünk a sorsolás folytán sorozatban, amikor nyerni szeretnénk, és nyernünk kell ahhoz, hogy a első 6 csapat közé bejussunk. Jelenleg a 8. helyen áll az Eger, 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 11 vereséggel az OB1-es bajnokságban. Roppant csalódott vagyok, több szempontból is. Egyrészt ugye eleve az, hogy nem sikerült megnyernünk ezt a nagyon fontos mérkőzést. Az OB1-es női vízilabda bajnokság 2020-21-es szezonjában az Egerre még 2 idegenbeli mérkőzés vár az alapszakaszban. Elsőként a 15. fordulóból elhalasztott Szeged elleni találkozót pótolják március 31-én szerdán, majd utoljára a Honvéd vendégei lesznek április 10-én.